Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, Pánti Ildikó képviselőasszony. Molnár Pál képviselő urat. Köszöntöm Hodos Bálintnét, intézményi igazgatónőjét. És Györfiné Varga Krisztinát, intézményvezető ápolót. Szepesi Tibor polgármester úr üzenetét szeretném átadni, aki a mai napon a hivatali elfoglaltságai miatt nem tud a rendezvényünkön részt venni, de mindenkinek kíván békés, boldog ünnepeket és nagyon jó egészséget. Karácsony. Ennek a szónak a hallatán mindannyiunknak ugyanaz jut az eszébe. Örömhír, béke, szeretet. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy a rohanó világunkban egy kicsi szünetet tartsunk, és a szeretteink körében meghitten ünnepeljünk. A karácsonyi időszak az adventtel kezdődik, amely 2023-ban december 3-ára esett. Advent a nyugalom, az adakozás, a megnyugvás és a meghittség időszaka. 4 héten át vasárnapról vasárnapra meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit, melyek a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretet szimbolizálják. Ebben az évben az utolsó gyertyagyújtás december 24-ére, szentestére esik. Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ezt tehetheti boldoggá az embert. Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani. Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák, életünkbe észrevétlenül belopóznak a szürke hétköznapok. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. A karácsony megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe helyeznünk. A karácsony nem csak a keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért az évek során kicsit elveszett. A szeretet időnként elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek itt velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból egy kicsit ünnepít, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt len, a Nagyisten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban, minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel, a világgal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha ez a szép rege igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. És a gyarló ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egyenlő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra.